tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Somorjáról jelentkezünk, ahol a Fluminense Somorja 2-1-re verte a második ligás rangadón a Petrezsalka Pozsony-Ligetfalu csapatát. Hát változhat Somorján sok minden, egy viszont örök és stabil, az pedig Sánka László másodedző. Bece nevén Páncsics, Lacikám, hány éve is vagy Somorján, és milyen minőségben? 50 évvel ez idén. Akkor költöztünk ide, Somorjára, és azóta itt van a somorjai labdarúgás körül. 50 év, hát azt gondolom, akkor óvodába kezdted, mert nagyon jól nézel ki. Hát... Nem, már éppen alapiskola. Vasárnap jöttünk ide lakni, vasárnapi napot, és másnap mentem suliba 1969-ben. Fantasztikus, hát nem tudom, hogy van-e ilyen ember a fölvidéken. Lacikám, hogy értékeled a mai meccset? 600 néző, közel. És hát én úgy gondolom, hogy ez akár az élvonalba is beillett, mert az ellenfélnek is nagyon jó csapata van, és támadó foci volt. Ha megmondom őszintén, én tartottam ettől a mérkőzéstől, mert egy hetemi mérkőzést játszottak otthon a Komáromban, néztem a YouTube-on, és láttam, hogy egy komoly csapat, vagy egy fiatal és egy ambiciózus csapatjuk van egy jó edzővel. Hát... Mit mondjak, hát mezőnben talán jobbak is voltak, szebben adogattak, de ilyen a foci. Az nyer, aki több gólt rúg. Igen, mosolyogsz, mert itthon maradtak a pontok. Az edzőtől, Naglics úrtól már kérdeztem, hogy ez egy első komoly lépés ahhoz, hogy a csapat följebb kapaszkodjon és az első hatban végezzen? Hát nem is az első hatról, az a lényeg, hogy a csapat maradjon bent. Hát minél magasabban szeretnék végezni, de... A lényeg az, hogy ne essen ki a csapat, tartsuk meg ezt a másik ligát, aztán, hogy a jövőben hogy fog ez az egész alakulni, ha reméljük, hogy megmarad a másik liga jövőre is, ugye, mert ebben az évben 4 csapat esik ki, vagyis nem ebben évben, hanem itt 4 feljutó van, ezáltal 4 csapat kiesik, és úgy elég szoros a tabella, nincs nagy különbség, de reméljük, hogy meg fogják a fiúk tenni azt, hogy benn maradjon a csapat. Szerintem, ha ilyen meccseket játszanak, és ilyen végeredményekkel, akkor biztos. Most egy pillanatra térjünk át más csapatra, a Dunaszerdai Dacra, hiszen oda is jár szurkolója vagy. Mit vársz a csapattól? Harmadik helytől rosszabb helyen már nem tud végezni szerintem a Dac, de lehet második is, tehát az Euroliga meg lesz. Hogy értékeled a tavaszt, és mit vársz a Dactól most? Hát, megmondom őszintén, először is szeretném nekik megdicsérni őket ezzel a gyönyörű stadionért, amit elkészítettek. És a csapat, hát kicsit szerintem meggyengült, ezáltal elment az a Bajó, meg a, nem is tudom, valamelyik labdarúgó. De ha is többen elmentek, de szerintem ezzel a fiatal csapattal is meg fogják állni a helyüket a bajnokságba. És másik dolog, itt az a helyzet, hogy az a fantasztikus sok drukker, aki ott van, szinte belehajtsa őket a győzelembe, és ezáltal az a játék is tiszta más, az a légkör, a foci körül, még azok a játékosok is szerintem még egyszer annyit produkál, mint hogyha lenne ott egy 1000 ember. Ha már a légkört említetted, az atmoszférát, ugye csütörtökön lesz egy nagy rangadó, telt ház 20 000 néző Nagyszombatban, Szlovákia-Magyarország, mit vársz a meccstől? Például Satka és Kalmár egymás ellen játszik. Hát terveztem, hogy elmegyek, de egy kicsit tartok, hogy nehogy valami probléma legyen, mert kicsit szerintem a szlovák, ugyanúgy a magyar oldalon is van egy-két ilyen, hogy mondjam, huligánok, vagy ilyen kis veszélyesebb emberek, és tartok attól, hogy nehogy valami zűr legyen ott. Ha mérkőzés eredmény megtippel nagyon nehéz, de én a szlovákokra tippelek, hogy meg fogják nyerni. Szerintem jobb csapatuk van, több egyéniség van a csapatban, mint a magyaroknál. De a foci gömbbe, úgyhogy minden lehet. Tehát a szlovákok nyernek, de azért a magyaroknak fog drukkolni, nem? Persze, a magyaroknak fog drukkolni. Oké, köszönjük szépen Sánka Lacinak, Páncsicsnak, aki 50 éve a somorjai klubszolgálatában, hát ehhez már külön is gratulálunk.